Hát nyali, hogy mindenkinek, áldassék a gyümölcs. Megkívántam, megkívántam ezt a dalt. Mm, nem tudom, olyan ismerős a hangzása. El, na mindegy, kicsit várattam fogalmazom meg ezen, ezen, sorokat. Túl vagyok egy Starbucks kulissza felvételen, a elképesztően ö, ö, jókat beszélgettem, és egyébként mutattam meg a műsornak a struktúráját, és hogy hogy készül. A napokban egyébként a rendelkezésetekre fogom bocsátani ezt a videót. Szerintem elég exkluzív lesz. Na mindegy. Gondolkoztam azon, hogy ironikus... Várj, 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 várjál, várjál. Feliratkoztál? Ezt itt megvárjuk. Nekem van időm. Tényleg. Megvan? Nagyon jó. Tudod, mint még a tanárnő mondta, megvárjuk. Megvárjuk, még az Osvárd Zsolt elmer. Na mesélj el, hangosan mesélj el, mi az, ami ilyen jót nevetünk. Megvárjuk, nekem van időm. Csengőig van idő. Szóval, ha már feliratkoztál, akkor, akkor elárulom, hogy tényleg, tényleg az volt bennem, hogy nem tudom, most ironikusan fogalmazzam meg azt, ami most bennem van, vagy legyek inkább, legyen inkább egy ilyen komolyabb hangvételű videó ez. Há, nem, nem tudom, még most sem, nem, nem tudom, nem még most sem döntöttem el. Hiszen az van olyan, amit látunk, az tulajdonképpen egy kibaszott bohózat. De ami valójában történik, az pedig elképesztően szomorú. É, úgyhogy, úgyhogy itt vacilálok, ambivalencia, hogy úgy mondjam. Az, hogy a, a, a Tóth Gabit, amióta ismerjük, több faszia volt, mint lemeze, az egy dolog. Tehát ezzel már azt gondolom, hogy talán mindenki túl tudott jutni. Soha nem betettem meg én sem a munkát, hogy úgy mondjam, ha az én fejfámra mondjuk csak monogramokat írnának föl, hát akkor is akkora lenne, mint az Eiffel Tehát nem akarok abban a szerepben tetszelegni, hogy én bizony cérna és, 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 nem tudom, nem akarok átszent lenni, soha nem állítottam, hogy én, én lennék a, a, a szent lélek és, és hogy én házasságig szűz maradok mondjuk ezt a Gabi sem állította, nehéz is lett volna, ugye? Um, nem is lett volna neki ez túlságosan egyszerű. Na mindegy. Azt gondolom, hogy talán a, a, talán ez a, hát hogy is mondjam, lehet azt mondani, hogy most telt be a pohár, vagy, vagy a, a mérce, ki, ki, kipattant a higany a mérőszálból, um, tetőzött ez a dolog, hiszen annyian fejeztétek ki egyébként mély megrendüléseteket a történteken, amire már rég volt példa a, a, a leveles ládékon, Vagy azok, tehát van, aki kérdezi, hogy hát hova tudtok írni? Hát a leleplezés kukac ra Instagramra várom tőletek a témákat, oda lehet bármikor írni, de a leleplezés kukac n általában inkább megkapom. meg hát füstjelekkel tudjátok jelezni esetleg. Na, Pontosan mindig min is akadtunk fent, ez itt ugye a nagy kérdés, hogy Tóth Gabi élőadásban csörözött Kalotaszegi Kaniával? Vagy, vagy hogy, 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 hogy még ki sem szellőzött a Krausz a hitvesi ágyneműből, de de náztopogós jártak a Családbarát tv 2 Vagy hogy mindenkit és mindent háttérbe szorítva azt kellett néznünk, ahogy a hunok szentasszonya nyekereg a bárszéken, miközben az idei lökője csárdás jár mellette? Pontosan mire számítottál? elcsendesedésre? Hát ezt ígérte a Gabi Bazz meg, de hát volt már olyan a történelemben, hogy a Gabi mondott valamit, azt végül nem úgy lett? Volt. Hát akkor most mire számítottál? Majd, hogy megpihen az ősszel, mert olyan fáradt, hogy a Jóisten kezébe hajtja a fejét? Meg a nagybüdös lófaszt a seggetekbe, azt. Tóth Gabit ez élteti. Ő komolyan vette azt az ócska marketing dumát, hogy a negatív reklám is reklám, és hát úgy volt vele, hogy figyelj, már két hete nem róla szóltak a hírek. Egyébként Tulgabinak a TikTok-ján lehet ezzel kapcsolatban videókat találni, hogy ő teljes csodálkozását, megdöbbenését és nem tetszését fejezi ki, amikor róla a Bulvár ír. Gyanúsan nagy volt a csend az elmúlt hetekben, hónapokban. Mondom, jeh, yeah, ez az, leszálltak róla. Végre vége! Uh -huh. Bizonyosan érzékelték ezek a médiumok, hogy nagy a csend, úgyhogy megkapták a feladatot, hogy újra csináljanak valamit, kezdjenek el valamit megint a Tóth Gabiról előszedni, mert fent kell tartani a hiteltelenítést, és nehogy elfelejtsék az emberek, hogy engem ki kell csinálni. Hát, hogy mondjam, Gabi, nem lehet, hogy egy egészen picit te is hozzáteszel, nem, nem sokat, nem sok, egy kicsit. Mert hogy már éppen kezdték az emberek a győzikét utálni, aztán lehet, hogy leszóltak a központból, mint ahogy mindenki másnak szólnak, tudod Gabi, az ellenzéki központból, hogy téged baszogassanak. Nem azért baszogatnak, mert olyan vagy, amilyen, nem azért, azért mert a Gyurcsány azt mondja, az van, Gabi, hogy mindenkinek, a telexnek szól a soros, hogy, hogy, hogy Hey telex, please write all bad words for Tóth Gabi, because I hate her. Ezt még így a Gabi is fogja érteni csak megkockáztatom, és lehet, hogy nincsen igazam, de lehet, hogy egy ilyen hangyafasznyit te is teszel hozzá. Tehát az van, hogy lehet, hogy leszóltak a központból, hogy a heti megvetés rátából jó lenni, neked is kivenned a részedet, csokolom, mert hát, ö, 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 mert, 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 hogy kéne, hogy mindenki már győzi utálja a csóra a Fideszből. Nem, az van szerintem, bár így lenne, de sajnos szerintem nem. Attól tartok, hogy Gabinak ilyen Stockholm szindrómája van, egyszerűen nem bír elszakadni az emberek hergelésétől, triggerelésétől, és ezáltal az ő nem tetszésüktől. Imádja, ha bántják. Fur fura egyveleg egyébként ez a, a mazohizmusnak és a, a Stockholm szindrómának. Um, de egyébként olyan egyvelege, amire a mindenkori kriminalisztikában még nem volt példa. Tehát, hogy Gabi egyszerre szereti, egyszerre, egyszerre vonzódik azokhoz az emberekhez, akit, akik őt bántják, és mindeközben ezt élvezi is. Tehát, hogy ő, ő azért tényleg a nagyon magasra helyezte a mércét. Olyan, mint egy ilyen bevébékázott tini lány, aki tudod így a, a, a sóstói nyári táborból sátorra, sátorra, megy, és így elmeséli, hogy hát őt bizony megpakolták a tóparton, majd másnap szót kér egyébként az ebédlőben reggelén, reggelin, és mindenki, mindenki előtt így ráránt a szerelmére a moslékos vödör mellett. Tehát, hogy így van benne egy ilyen egyfajta exhibicionizmus, ami egyébként engem nem zavar, mert hogy ez bennem is van, csak hogy, hogy tehát ebben a fajta exhibicionizmusban az a baj, hogy közben egy teljesen más dolgot közvetít magáról, mint amit egyébként csinál. És ezt már sokszor elmondtam, egy pillanatig se feledjük, hogy, pontosan hogy honnan indultunk, tehát hogy, azért most így kronológiai sorrendben, hogyha valakinek esetleg ez a sztori nem, nem lenne világos, akkor összetenném, és lehet, hogy a végén te is fényt kapsz. Tehát azért dolgok történtek még, még mielőtt itt a 12-es karika mellett eljuthatunk a házasságtörés nirvánájában. Tehát, hogy kezdődött ugye azzal, hatalmas nagy csinadrattával, hatalmas nagy igennel, esküvővel, gyermekáldással, minden, minden sziruppal érezhettük azt, hogy a mi életünk mennyire silány. A mi kapcsolatunk mennyire lapos a Gabi képest, mennyire nem tökéletes ahhoz képest, amit ők ugye megélnek, és amit nekünk a tótgabi a család.hu rendszeresen ö, meg is írt, az órunk alá is dörgölt. Volt benne egy kicsi olyan, hogy én is esendő vagyok, én is, én is esendő vagyok, én is hibázhatok. Volt olyan, hogy a Hanna Rózának vékonyabban kentem a nutellát a kenyerére, na, de hát kivel nem fordul elő ilyen? Hát igen, ö, nagyjából ilyen és ehhez hasonló hibákat olvashatunk Gabiról azt azért elfelejtette mondani a Gabi, hogy az erdélyi turnéján a két szék közül nem éppen a pad alá Na de mindegy, szóval, hogy, hogy, ugye ez volt az, hogy az Adomból tördel családmagazint telesírta az erdélyi turnéján a gyereke és a Krauszának a hiányával, miközben őt már nagyban döngették a színpad mögött, mármint már mint szíve kapuját értelemszerűen, ő már ugye ekkor titkos üzenetek formájában kinyilatkoztatta érzéseit a fiatal csúlyogósnak az Instagramon, ugye a fehér-piros szívecskékkel, Hát aztán jött a nagy bejelentés fekete-fehér képekkel, ahol kértük, hogy hát hagyjuk már őket békén, mert hát, hogy ez olyan rossz, és ez egyébként tökre magánügy. Ez, ez, még fontos lesz a, a videó során, hogy ez ugye mennyire magánügy. Meg hát ugye hallottuk előbb a Gabit, hogy hát megint vele foglalkozik a sajtó. Mondjuk ez igaz, hogy a TikTokon ez egy januári poszt, de ettől függetlenül a Gabinak ez egy ilyen örök ez az áldozatpózban tetszeg, és hogy szegény Gabit mindenki bántja, ez, ez, egy ilyen örök visszatérő eleme az ő kommunikációjának. Tehát igazából ez a poszt ez most is kijöhetett volna. Na mindegy, szóval azt kérte, hogy hagyjuk békén a szakítások alkalomattán őket, mert hát, hogy ez magánű, gyerekkel a kézben természetesebb, mert hát az úgy hatásosabb. Kibántaná egy anyukát azért, mert félrekúr. Hogy ott van a Hanna Róza a kezében. Majd a nyerekbe pattantak annak a Fideszes Faszinak a kvadján, az újdonsult Bükucival a Dinje Fesztiválon. Mi volt ez után? Ja igen, szívtak egy kis vitaminos inhalátot Horvátban, meg mindenhol máshol is, fogva ölelkezve, ölelkezve, szeretkezve és aztán nem régiben megíródott egy dal, a, ami, ami ugyan, ugyan, nem lopott, csak ez hát egy kicsit átírt, és, és, hát ezen teljesen kiborult a Gabi, hogy hát észrevették emberek, hogy hát bizony ez hasonlít egy bizonyos népdalocskára. Ezt is a Gabi TikTokján találtam, Szóval mielőtt Erbúr Jánzana, megint valami botrány szagú hülyeség, amivel most megint elkezdték a dalomat ekézni, mert hát ugye nyilván előszeretettel kell mindenbe beleállni most, ami velem kapcsolatos, mert nagyon működik a bulvárba, tehát hogyha velem kapcsolatban írnak valamit, azt lehozzák. Ezért mindenki meglovagolja egy pár lájkért a Tóth Gabi nevét. Bírom, nyugodtan. Nekik is üzenem, mi ezt teljesen tudatosan használtuk ezt az orosz száz éves népdalt, ahogy a szívbe emelőnél a hidegen fújnak a szelek című népdalt is feldolgoztuk. Gabi, nem azzal van a baj, hogyha valamit feldolgoztok. Eleve, ha valamit feldolgozol, szerintem az már nem a te dalod, tehát az maximum, hogy egy átirat, vagy egy feldolgozás. A nagyobb probléma az inkább azzal van, hogy ameddig nem hördült fel az internet népe, hogy hát Gabikám, bizony ezt a dalt már előtted megírták és elhegedülték, addig sajnos elfelejtetted ezt a egészen nyilvánvaló tényt közölni, hogy hát ez a dal ez bizony nem a sajátod. Tehát nincs az a baj, hogyha feldolgozol valamit, jelezd. Ezt így szokták egyébként, hogyha valahonnan inspirálódsz, még egyébként a legszállalmasabb tiktokkerek is oda szokták írni, hogy kitől van a kredit, amikor leutánoznak valakit. Na mindegy. Szóval, tiszteletbe kellett tartani a magánéleteket, kijött ez a dal, ahol Gabi magányra panaszkodott, majd pihenést és elcsendesedést ígért nekünk, és hát az ő érzéseiket szem előtt tartva eltáncolták a félrekúrásokat a Sztárban nagy Sztár nagyszínpadán, ez ugye most történt az imént. Annak a csatornának a színpadán történt mindez, ahol a reklámokban én ugye matekóra helyett gyerekeket szeretnék átműteni. Azon a csatornán, ahol a híradósok buzdítanak arra, hogy hát védjük meg a konzervatív értékeket és szavazzunk Orbán Viktorra. A műsorban, ahol annyira családbarátok, hogy online lejáratják a, a melegnek vélt indulókat, csak hogy jól elhatárolódjanak ettől az ideológiától. A csatornán, amelynek finanszírozója a kereszténységre hivatkozva gyűlölnek. Nagyon furcsa ez, furcsa ez. Mennyire kell aljasnak lennie a vezetőségnek, és gondolok itt akár igen a kreatív producerre, vagy tovább megyek egyébként, gondolok itt a kreatív igazgatóra, tehát mennyire kell lentre menni a fostengerbe, és mennyire kell ö, ö, latyagba gázolni ahhoz, hogy, a, hogy, hogy ezt így képernyőre tűzzék. Mennyire kell aljasnak lennie mindazoknak, akik ebben részt vettek? Tovább megyek, előtte egy nappal az egy hektárnyi letfalon a Dancing with the Stars stúdiójában, a reklámszünet előtt Krauszomnak a lihegőből azt kellett néznie, hogy hogyan promózzák a volt asszonyt, és azt, akivel Gabi az utóbbi időben liheget, hogy másnap eltáncolják a, a, a párzási táncot. Tehát ott van, a, ott van, a, férj, akit leültetnek a tévé elé, hogy nézd, ez a faszi kúria az asszonyodat, és holnap élőben ezt meg is fogjuk mutatni mindenkinek. Nem baj, Gabi, ha megkapod a három és fél milliót, lehet, hogy én egy ilyen érzelgős buzi vagyok, de egyébként bennem volt egy pillanat, amikor megsajnáltam a Krauszomat. Um, mert hogy van ennek nyilván két oldalról közé csak meg a dolgot, hogy hogy hozhatnak valakit ilyen helyzetben. Hol marad az ember méltósága, ugye erről beszéltem egy korábbi videómban, és megfogalmazik az, megfogalmazódik az emberbe az, hogy elmentek te a jó édes kurvárnyátokba, de tényleg. Nem tudom, hogy említettem -e, de, de, még ki se hült az az ágy. Tehát még nincs is kimondva a vállás. Sőt, Gabit ismerve lehet az is, hogy decemberben már együtt karácsonyoznak a Krauss-sal, is újra minden happy. És nem tudom, együtt tekerik a Wellington bélszint. Nem, nem tudom. És félre ne értsd, mert nem a szerelem ellen vagyok. Még azt is elhiszem, hogy simán erőfordul, hogy miután feleséget csinált valaki a férjéből, megkívánja a roppanós férstét. Simán! Tehát Gabi szerelmi élete bonyolultabb, mint a kvantumfizika, így nem tartom kizártnak, hogy most éppen tényleg szerelmes. De sem ő, sem kereskedelmi csatorna nem hozhatja ilyen helyzetbe a megcsalt félt. Tovább megyek. Nem hozhat ilyen helyzetbe... Sem minket a nézőket, sem az ott dolgozókat. És Krauszom, neked, ha meg egy cseppnyi vér maradt a tökeitben, akkor miért nem... Miért hagytad úgy a megmaradt méltóságodat, hogy, hogy így nézettségre váltsátok? Értem, hogy nagyon jól futott a Starbucks, meg jól fut a Starbucks, de egyszerűen nem tudok olyan tévétörténeti pillanatot mondani, ami ennyire olyas és gyomorforgató lett volna, pedig mindkét csatorna nagyon magasra tette a mércét, de a nézettségért vívott harcban, én még embert így nem láttam megalázni. Üm, és az az enyelgés, az az asszisztencia, amit egyébként mindannyian hozzáraktak, aki ebben a műsorban szerepelt, arra nem gondolom, hogy van bocsánat. Nem előttem, majd a jó Isten előtt nem előttem kell elszámolni. és mondom ezt úgy, hogy egyébként vannak ott olyan emberek, akiket nagyon-nagyon szeretek. Ott van például a Tilla. Láttam, hogy olyan helyzetbe lett hozva ő is, hogy szerintem még életemben nem láttam őt, hogy, kínosnak, kínosan élné meg ezt a helyzetet, de ott látszott rajta, hogy ez nem biztos, hogy én erre szerződtem. A, az egyetlen igaz és vállalható pillanat az az volt, amikor a, a Majka száján kicsúszott az az óhatatlan igazság, amire mind vártunk. Később egyébként ezért a Majka elnézést kért. Éh, igaz is, meg. Tehát, hogy később ezért a Majka bocsánatot kért ezért a poénért, pedig hát tudjuk, hogy minden visznek a felé. Igaz? Történetesen itt az egész az volt, de azt találtam mondani, amikor Gabi vagy Majka egyik versenyzőjével fölmerült az, hogy hát ők a próbák alatt táncoltak, Gabi és a versenyző, akkor mondta a Majka, jó, 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 hát vigyázni kell, mert lehet, hogy jövőre már te is jössz vissza extra produkcióba. És sajnos ez az egy mondat talán összefoglalja Tóth Gabit és Tóth Gabinak a, az életét, nem csak a szerelmi életét, hanem általánosságban őt magát. Na, de térjünk egy kicsit vissza a csatornára, kedves családbarát TV2, most, hogy egy komplett adást, kommunikációt húzatok fel arra, hogy a tapolcai környező Madonna magába engedte a folklort, miközben az ura ugye otthon várta, Feltenném a kérdést, hogy a nézők nagy része vajon melyik produkcióra emlékszik majd? Mert biztos lehetek abban, hogy nem azokére, akiket hétről hétre széthajtotok, hogy bohócot csinálva magukból termeljék nektek majd a nézettséget, aztán a finálé után nyilván minden segítséget megtagadva szélre keresztítetek őket, na egy senki nem fogja tudni, hogy Pista Jóska mit énekelt ott, hát mert előtte a Gabika szenvedett három percig a bárszéken. Inkorrekt a versenyzőkkel, inkorrekt a zsűritársakkal, a műsorvezetőkkel, felettébb inkorrekt a másik húzó műsorban táncoló Krauszommal, és még magával a Szentasszonynal és az ifjú uh, Titánnal is ott mellette. Uh, tulajdonképpen itt, itt mindenkinek a szájába lett szarva. Egyedül egyébként, aki ebből profitált, az nyilván a csatorna és a vasárnapi nézettség, ezáltal ugye majd a reklámidő értékesítés és a társadalmi közlemények, tehát tulajdonképpen csak elérünk odáig, hogy kik azok, akik ebből profitáltak. És van itt egyébként még valaki, aki ebből biztosan nem profitált. Ugye ne felejtsük el a kislányt, a Hanna Rózát, akit mindig, mindig valahogy bele lehet szőni, még a, még a balladába is bele kellett írni, esetleg a végén tényleg, ha elküldeni a nagycsasszonyt a kaporbajszos részbödön lábú ők nagy akkor már rögtön csapsz is a szádra, hogy hát hogy ott a gyereket hát ennek akarja elmesélni, hát a kislányának adja majd tovább kimélni kell, meg ugye a, a, a el, el, nyilvánosságtól őt félteni. És tudod, egyébként sokszor megkapom, hogy hát ne vállaljak gyereket, mert majd bántják a soliban Az egyetlen bűnöm, hogy hát én is azt szeretem, mint a Gabi. Na, nem úgy, meg nem is feltétlenül olyan sűrű, meg nem is feltétlenül abban a mennyiségben, meg nem is Erdélyben. Ö, nem vagyok, tehát nincs, nincs, nincs ilyen, tehát nem, nem földrajzilag, demográfiailag, ilyen szempontból ö, ö, nem teszek különbséget. Na mindegy. Szóval, hogy mivel az a lényeg, hogy buzi vagyok, ezért ugye a gyerekemet majd bántani fogják az iskolában, meg általánosságból, hogy mindenhol a világon, az országban, inkább az országban, azért. Azért biztos nem fogják mondjuk bántani a, a, a kislányt, hogy mire a Hannácska iskolában megy, addig az anyja fasziaiból tulajdonképpen egy periódusos rendszert lehetne felállítani. Hát és természetesen minden elemét a nagy nyilvánosságot hát először kizárva, majd anyagi megfontolásból használva teszi közzé. Tehát, hogy... Meg hát, bocsánat, tehát erről egy, ez egy médiatörténeti pillanat, tehát erről, erről maradnak fennmaradnak majd kópiák, nem tudom milyen világ lesz akkor, amikor a Hanna Róza felnő és értő, értője lesz ennek a világnak, de hát látni fogja, hogy, hogy, hogy anyukát miután, hogy fogalmazzam ezt meg szépen. Hát anyuka miután meg lett baszva, tulajdonképpen a, a az apuka is meg lett baszva élőadásban. Tehát, hogy a, az van, hogy akárhogy is akarjuk szépíteni ezt a dolgot, de egy adott ponton majd a gyerek is látni fogja ezt a csodálatos történetet. Nem feltétlenül lesz jó példa, de, de tudom, hogy, hogy hát ettől, ettől nem kell megvédeni a gyerekeket, azokat tőlünk kell megvédeni a buziktól. Na, és végezetül, meg lehet egyébként azért érint egyel érzékenyebben a téma, mert nem házasodtunk össze a férjemmel. Én nagyon szabad elvű srác vagyok, és ezt sokszor elmondom nektek is. Mindenki olyan szabályokat hoz a házasságába, amilyeneket akar. Ha az nyitott, legyen nyitott. Ha ők swingerezni járnak, nekem oké. Okay. A táncos fiúk kapjuk fölteti magát a takarásban valaki, és ez az ő társának belefér, ám legyen. Ez az ő dolguk. Amennyiben ez mindkét félnek megfelel, és ez kölcsönös megegyezésen, elveken és tiszteleten alapszik soha nem törném, hogy ebbe bárki beleugasson, akár az én, akár a más életében. Ehhez nincsen közünk, hogy kimőben állapodik meg. Minden házasság, minden kapcsolat olyan, ami ember az a két fél megállapodik. De itt nem ez, nem ez, történt. És egyet soha nem fogok tudni megérteni, és nem is fogok tudni legitimálni, és elfogadni sem. Bocsánat, én ebben, ebben, ebben nem ismerek párdont. Ez pedig az árulás. Amikor azt, aki a másik feled volt, elárulod. Számomra ez a megcsalás. Ö, ö, tehát a számomra a megcsalás az nem az, hogy bekapod azért, aki szembe jön, hanem az, hogy ha elárulod a másikat. Nekünk nincsen gyermekünk. Sőt, ha komolyan veszük, akkor az anyakönyv kimonatunkon az szerepel, hogy bejegyzett élettársak vagyunk, nem házasok. De mindegy, mert mi ezt házasságnak hívjuk, nekünk erre van itt lehetőségünk. De nekünk ez sajnos nem jár a kormány szerint. Gabiéknak járt. Ők automatikusan lehetnek Krausztót, nekünk egy bizottság dönti el, hogy esetleg viselhetjük-e egymás nevét a jövőben, avagy sem. De tudod, hogyha mindezekhez az kell, hogy százezerek, akár milliók előtt megalázzam azt, akivel én egykoron közösséget alkottam, hogy nyilvánosan eltiporjam azt, akit egykor a szerelmemnek hívtam, aki ott volt velem jóban és rosszban, hiszen erre esküdött, ember is Isten színe előtt, ugye? Mármint mi nem, mert nekünk ez sem jár, mi csak az anyakönyvvezető előtt, meg egymás előtt, de hozzáteszem, hogy talán ez pont elég. Szóval, hogyha az kell ahhoz, hogy az állam házastársaknak, családnak, szülőknek fogadjon el minket, ha ez az kell, hogy a Patrikot bántsam, akkor köszönöm szépen, nem kérem, akkor, akkor, akkor jó vagyunk. Akkor jó leszünk mi így is. Nem vagyunk egy tökéletes pár, ezt is sokszor elmondom, nem szeretnélek titeket abban, az, abban a hitben tartani, hogy mi mindent jól csinálunk, és hogy, és egy rám, hogy bárcsak ilyenek. De hogy is, biztos, hogy vannak nálunk sokkal-sokkal jobb kapcsolatok. Na, olyan akarjál lenni, mint mi, vagy mint a Tóth Gabi, vagy mint bárki más. Magat, magatokból hozzátok ki a legtöbbet. Szóval egyébként tényleg az esküvő után és egy hónappal úgy összevesztünk, hogy abban a pillanatban azt hittem, hogy elválok. De ha egyszer ne adja az Isten, így is lenne. Ígérem, igyekszem megőrizni a méltóságunkat, mert lehet, hogy jöhet egy szebb, egy jobb, egy égetőbb szerelem, csak hogy ez nem teszi semmisé azt a közel kilenc évet, amit a férjemmel szerelemben megéltem. Nem felejtem el nyilván, bárki is jön, bármi is legyen, bárhogyan is legyen, nem fogom neki elfelejteni, hogy mivé lettem, mivé váltam mellette és ő mellettem. Szóval Gabi, te lehet, hogy ezzel a vérlázító produkcióddal a szerelmet akartad megünnepeltetni, szerintem egyébként inkább magadat, de annak az ellenkezőjét tetted, bagatelizáltad, ahogy egyébként erre Majka is nagyon helyesen felhívta a figyelmed. Nagy vagy te, nincsen ezzel probléma, simán lehet, hogy jövőre már mással kell téged együtt ünnepelnünk egy hasonló produkció keretein belül. Imádom, úgy beled harangozva, az meg, hogy, hogy az egy akkora tánc lesz. Hát figyelj, ha már, ha már itt megy, megy a táncikálás, akkor ö, a Krauszomnak egy csípő mozdulatában több volt, mint ebben az egész produkcióban. És nem azért, mert hogy antipátiát éreznék a, a, a kell. hanem egyszerűen tényleg, hát ez a csúlyogatós, ez, ez én nem tudom pontosan, hogy mi volt, de biztos, hogy van, ahol ezt tudják értékelni. Ö, na mindegy. Szóval ö, lehet, hogy te azt gondolod, Gabi, hogy most egy ünnepeltél, de sokan azt érezzük, hogy nem hiszen az egyik szerelem ugye nem teszi semmi a másikat, erre próbálok én neked itt utalni, pedig te most pontosan úgy adtad elő. Ellenben az egyik megcsúfolása az beárnyék, hogy a hova tovább kizárja az új éltetését. Szerintem te egy buta majom vagy, aki beletaposott mindenbe az utóbbi fél évben, amiben sokan hittek. Nem azért, hogy buta, mert nincs érettség itt, hanem egyszerűen azért, mert tényleg nem lehet erre jobb szót találni. Önsorsrontó vagy. Egyszerűen az emberek egy pillanatig nem akarnának téged utálni, te teszel róla, hogy utáljanak. Megcsúfoltad a szerelmet, a családot, a házasságot, a kereszténységet, a konzervatív elveket, amiket te oly magas és olyan hőfokon és olyan vehemenciával hirdetsz, hogy te ezeket mind-mind képviseled, hogy mindenki szégyenje el magát, hogy ő nem. De tudod, mit csúfoltál meg leginkább? És szégyenítettél meg? saját magadat. És nagyon sajnálom, hogy nincs a környezetedben, akár a családodban, akár a barátaidban valaki, aki leüljön veled és elmondja ezeket, akire hallgatsz, hogy Gabi, ennél már nincs lejjebb. És mindig meg tudod ugrani, de ennél tényleg azt gondolom, hogy ha csak a következő adásban nem nyal ki a zsűriasztalon a kisfiú, akkor azt gondolom, hogy ennél mélyebbre nem fogsz tudni süllyedni. De nem akarok ötleteket adni. És nem azért, mert félreléptél. Félre, léptél. félre léptél? nem. Ki nem hibázik. Soha nem fogom számon kérni rajtad a monogámiát, vagy azt, hogy megcsaltál valaki. Mi közön van ehhez? Azzal, azzal tetted ezt, azzal, azzal szégyenítetted meg magadat és minden előbb felsorolt értéket, ahogy korábban ítélkeztél azok felett, akiknél te jobbnak láttad magad, ahogyan ezt te kivitelezted, és ahogy te véleményed szerint ezt most a végén lezártad? Nem vagyok senki, hogy ítélkezzek feletted, ez a jó Isten dolga, akiben elvileg te hiszel, de be kell látnunk, te élvezed. Te élvezed ezt. Élvezed, hogyha bántanak az emberek, és élvezed, hogyha utálnak. És hát ki vagyok én, hogy egy e fajta perverziódat megítéljem. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a videót. Bátran mondjátok el a kommentben, a komment szekcióban, hogy mi a véleményetek. Nem tudom, hogy ezt meddig lehet még csinálni. Tényleg, nem, 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 nem tudom. Ö, és persze biztos az én személyemben is nagyon sok kivetni valót lehet találni. Ezt is bátran írjátok le a komment szekcióba. Én arra próbálok mindenkit ösztönözni, és arra próbálok mindenkit sarkalni, hogy soha ne legyetek túlgabik. Komolyan gondolom. Találkozunk hamarosan a Starbucks kulisszával, legyetek jó! Sziasztok!